Egyre több a beteg, országos influenza járvány van. Szerdától a Marhusovszki kórház összes osztályán és telephelyén látogatási tilalom lesz érvényben. Ima hét. 5 este, 5 szombathelyi templomban imádkoznak együtt a keresztény hívek a reformáció 500. évfordulójának jegyében. Hokitorna. 6 U8-as jégkorongcsapat részvételével villámtornát szerveztek a jégpályán, ezen a viadalon mindenki nyert. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Pezer Hoffer György. Jó estét kívánok! Látogatási tilalom lesz érvényben szerdától a vasi kórházakban. Az influenza robbanásszerű terjedése miatt így védik a betegeket a fertőzéstől. A következő hetekben még több megbetegedés várható. Alexandra már tudja, hogyan kell helyesen köhögni és tüsszögni, hogy ne fertőzze meg a többieket. Az influenza-szerű tüneteket okozó vírusok ugyanis cseppfertőzéssel, például a tenyérbe juttatott kórokozókkal terjednek. Édesanyja szerint már javul a kislány állapota. Szombaton 39-40 fokos láza volt, egész nap feküdt, aztán köhögött, felállta a hátát és a lábát, úgyhogy... Aztán antibiotikumot kapott, és most jöttünk kontrollra. Egymást váltják a kicsik a Deák Ferenc utcai gyermekorvosi rendelőben. A statisztika szerint itt a múlt hét második felétől emelkedett meg jelentősen a köhögő, tüsszögő, gyenge, lázas páciensek száma. Azt látjuk, hogy robbanásszerűen megnőttek az ilyen jellegű tünetek minden gyermekkorosztályban, és a múlt héttel összehasonlítva a rendelésre fordulóknak a száma megduplázódott, de akár mondhatom azt is, hogy meg háromszorozódott. Kedden az átlagosan 20-25 beteg helyett mintegy 60-an érkeztek influenza-szerű tünetekkel a rendelőbe, akiket pedig végképp ledöntött a láz a lábukról, telefonon jelezték a betegséget. Vas megyében már most több ezren küzdenek a felső légúti fertőzés tüneteivel, és mivel egy hét alatt megduplázódott a betegek száma, ez majdnem közepes intenzitású járvány, ami óvintézkedéseket tesz szükségessé, közölte a megyei tiszti főorvos. Kórház főigazgatórát is tájékoztattam, aki azonnal el is rendelte a megye összes telephelyén, és hát természetesen a Marhusovszki kórházban a látogatási tilalmat. Az influenza elleni védőoltást még mindig érdemes beadatni. Igaz, hogy közel két hét alatt ad védettséget, de még mindig nincs elkésve az, aki kéri a vakcinát. A reformáció 500. évfordulója jegyében rendezik meg az idei ökumenikus imahetet országszerte. Hétfőn este a szombathelyi evangélikus templomban gyűltek össze az egyes felekezetek tagjai, hogy együtt imádkozzanak a Krisztus hívők egységéért. A héten további 4 helyszínen tartanak közös misét, Isten tiszteletet. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A keresztény felekezetek vezetői közösen hirdettek igét hétfőn este az ökumenikus imahét szombathelyi nyitó napján. Az idei imahét vezérfonalát Németországban állították össze. Innen indult ki 500 évvel ezelőtt a reformáció, amely a protestáns egyházak létrejöttét eredményezte. Amikor a keresztények emlékeznek azokra az eseményekre, amelyek kialakították egyházaik sajátos formáját, nem szeretnék ezt egymás nélkül tenni. Amikor közösen emlékezünk a reformáció kezdetére, a keresztségünket vesszük komolyan. Több mint 50 éve minden esztendőben megrendezik az ökumenikus imahetet, a felekezetek tagjai felkeresik egymás templomait, közös miséken, istentiszteleteken vesznek részt, és imádkoznak a Krisztus hívők egységéért. Az Úr Jézusnak a nagy vágya, ami nekünk is vágyunk, hogy mi igazából testvérek vagyunk, miért is ne tartsunk össze, ez egy lehetőség itt ezt megélni. Az ige hirdetés fő üzenete, hogy Krisztus szeretete sürget minket. Azért imádkozunk, azért hallgatjuk együtt a Szentírás szakaszokat, amit még 23. János pápa fogalmazott meg, hogy ne azt keressük, ami elválaszt minket egymástól, hanem
hanem azt keressük, ami összeköt minket. A lelkiismeretünkben, az Istenhez való viszonyunkban kell, hogy egy megújulás legyen mindenképpen, és ennek egy nagyon fontos része, ennek a megújulásnak az egymáshoz való viszonyunk is. Tehát a különböző felekezetek közötti falak, amik épültek, ezeket lebontjuk. Adásunkkal egy időben a Kámoni templomban, szerdán a baptista imaházban, csütörtökön a református templomban, pénteken a Szent Márton templomban imádkoznak együtt a hívek. Bálokat, túrákat és színházi produkciókat ajánlottak a sajtó figyelmébe a civilek az idei első közös reggelin a Vasmegyei Civil Információs Centrumban. A rendezvény sorozat ebben az évben is folytatódik havi rendszerességgel. A civil szféra számára sűrű időszak a mostani. A szervezetek többsége a nemzeti együttműködési alappályázataival van elfoglalva. Többek között erről esett szó az idei első civil sajtó reggelin, ahol a házigazda az ezzel kapcsolatos ügyekben a segítségét is felajánlotta. Bemutatkozott egy sárvári egyesület, elhangzott két túra ajánlat, február 25-én estére pedig egy rangos eseményre kaptak meghívót a jelenlévők. Az idén a 10. civil bált rendezünk meg, elsősorban ugye a civileket azért, akik a városi megyebálon nem tudnak részt venni anyagi vagy egyéb gondok miatt, azoknak is nyújtunk szórakozási lehetőséget. Korábbi években is mindig nagyon jól sikerült, 80-100-120 fő vett részt az előző években, idén is körülbelül ennyire számítunk. A katolikus asszonyok egy Szent Márton témájú színházi pályázat utóéletét egyengetik. 14 gyermekkel tanultak be és adtak elő nagy sikerrel tavaly egy olyan darabot, amelyet a szélesebb közönséggel is megismertetnének. Ezért főként tanárokat várnak a főplébánia Széchenyi utcai Batthyány termébe. Ezt a felvételt, mert amatőr videófelvétel készült róla, 28-án ezt szeretnénk bemutatni a közönségnek. Ezért volna jó, hogyha minél többen eljönnének, és főként felnőttek, akiknek gyerekcsoportjuk van, és be tudnák megnéznék, és ha alkalmasnak találják ők is a diákjaik számára, akkor szívesen kimegyünk a helyszínre, és elő is adjuk. A sajtó reggelin a Szombathely.hu elnevezésű mobil alkalmazás tartalmi szerkesztője is felajánlást tett. Szőlős Iván a civil szektor rendezvényeinek ajánlóit gyűjtené be, és tenné közzé a város információs felületén. Kevés a véradó, önkénteseket toboroz a vérellátó szolgálat, kiírták a sajtófotó pályázatot. Jelentkezőket vár az Agora az idei gyermekművészeti fesztiválra. Rövid hírekkel folytatjuk. A tartós hideg, valamint a megfázásos megbetegedések miatt január első két hetében a vártnál alacsonyabb volt a véradói aktivitás, erről tudósít a véradás.hu weboldal. Ezért a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat nyissa az új évet egy jó cselekedettel és adjon vért mottóval véradásra hív. Naponta 1800 önkéntes kell ahhoz, hogy elegendő vérkészletek álljanak rendelkezésre. A szombathelyi területi vérellátóban hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között, pénteken 8-tól 12 óráig várják a véradókat. Az önkormányzat 7. alkalommal hirdeti meg a Magyar Sajtónapja alkalmából a sajtófotó pályázatot fotóriporterek, fotósok számára. 2016-ban készült képekkel lehet nevezni, amelyek bemutatják a szombathelyi eseményeket. Három kategóriában hír, közélet, kultúra, művészet, sport témában várnak fotókat. Egy pályázó legfeljebb 9 képpel nevezhet egészen február 17-éig a sajtofotó2017@szombathely.hu e-mail címen. A pályázat beadása díjmentes, a legjobb képek készítői díjazzák. Március 15-én kiállítás nyílik az Agora Szavária Filmszínház aulájában. Vasmegyei diákok és amatőr művészeti csoportok jelentkezését várja az Agora az idei gyermekművészeti fesztiválra is. Vers, mese vagy prózamondás, népdal, népi hangszer, mai dal, modern tánc és egyéb kategóriában lehet nevezni március 3-áig. A kisiskolások fesztiválját március 22-én tartják, a felsősök és középiskolások 23-án mutatkozhatnak be. A jelentkezési lap letölthető az agoraszavaria.hu honlapról.
Eredeti szépségükben megőrzött és példaértékűen felújított középkori templomok fotói láthatóak a Bolyai iskolában az elkövetkező hetekben. A képek a Felvidéken készültek, és az ott élő magyarság életébe engednek betekintést. Ami számunkra a régmúlt, a Felvidéken élőknek a mai valóság. Középkori templomok fotóiból nyílt tárlat a Bolyai iskola galériáján. Kik csak az utcán járnak kellnek, szépséget rajta nem igazolnak. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika. Így írt Zsida Jenő a templom ablakokról, amelyeket a hétköznapokban kevéssé figyelünk meg, ám ha egy jószemű fotós megörökíti őket, már is másképp tekintünk rájuk. Akár csak arra a 10 év alatt összegyűlt anyagra, amelynek komoly üzenete van az itthoni diákság számára. El kell menni megnézni, hogy hol van ez, ha elmegy oda, akkor rá fog döbbenni, hogy nem egy szomszédos idegen ország múltjába nyer betekintést, hanem a saját országának, a saját népének a múltjába, hiszen ez az így megőrzött történelem, ez a közös történelem. Nem először dolgozik együtt a fotóművész a kiállítást megnyitó Szakály Attila történelem tanárral, illetve a gyűjteményből készült könyv szerkesztőjével, aki hosszas kutató munkát végzett. Van néhány, ahol egyáltalán nem kellett, tehát történelmileg ismertek, Csallóközsi történet, Egyházgele templomai, ezek a történelemben nagyon ismertek. De hát nyilvánvalóan vannak olyanok is, különösen a Kis-Kárpátok környékén olyan templomok, Pozsony megyében, amelyeket hát nem nagyon ismernek, és ezeknek a történetét, építés történetét is meg kellett vizsgálni. Az iskola tudatosan igyekszik megismertetni az itt tanulókat a határon túli magyarság életével, de Kocsis Zsolt tanár segítségével más témákból is rendszeresen rendeznek kiállítást az aulában. Mi nagyon szeretnénk, hogy a diákjainknak az érzelmi intelligenciája is fejlődjön, és azt gondoljuk, hogy nem mindegy, hogy milyen közeg veszi őket körül, és nagyon bízunk benne, hogy inspiráló közeg a gyönyörű szép fotóknak a látványa, a felvidéki templomok, illetve más-más kiállításnak a környezete. A tárlat január végéig látogatható. Hat U8-as jégkorongcsapat részvételével villámtornát rendeztek Szombathelyen. Az erőfelmérő speciális szabályok szerint zajlott, többek között a gólokat sem számolták, így valamennyi gárda győztesen fejezte be a viadalt. Néhány hét leforgása alatt a második jégkorong villámtornát rendezték meg a szombathelyi műjégpályán. Ezúttal hat U8-as korosztályú csapat vetélkedett egymással. A házigazda pingvineken kívül két ajkai, valamint egy-egy zalaegerszegi, veszprémi és dunaújvárosi gárda lépett jégre. Az erőfelmérő speciális szabályok szerint zajlott. A specialitása ennek az U8-as korosztályos bajnokságnak, hogy itt nincs eredmény, tehát valójában szabályosan és sportszerűen le kell játszani a mérkőzéseket. A jegyzőkönyvben nem kerül be az eredmény, attól függetlenül persze a gyerekek meg a szülők nyilván ezt számon tartják. A tornára sok szülő kísérte a gyermekét, nagy elánnal szurkoltak a jégkorongozó palántáknak. Emellett jutott idejük az ismerkedésre, a sportággal kapcsolatos gondolataik kicserélésére is. A csapatépítés, talán ez az egyik legfontosabb, és mellette az egészséges életmódhoz hozzátartozik a sport. És szerintem ez nagyon jó sport. A szabályok értelmében a mérkőzések 18 percig tartottak, a csapatoknak egy percenként sorokat kellett cserélniük, így minden gyermek elég játék lehetőséghez jutott. Ennek köszönhetően valamennyien remekül érezték magukat. Szeretek kodecsolyázni. Kint vagyunk a levegőn, és játszunk. A tervek szerint a szezon hátralévő részében még több korosztályos tornát rendeznek Szombathelyen. Az biztos, hogy mind a gyerekek, mind pedig a szurkolók részéről van igény a hasonló erőfelmérőkre. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!